A Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Július első napján köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Életlehetőség. Újabb intézmény létesült a városban. Nyári diákmunka. A járási hivatalban várják a jelentkezőket. Színek az égből, színvonalas programok múzeumok éjszakáján. Június 25-én ünnepélyesen átadásra került a Sümegi Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye a Halász László utcában lévő épületben. A város önkormányzatának képviselőtestülete egységesen döntött arról, hogy a korábban óvodaként funkcionáló épületet biztosítsák az Életlehetőség Kft. Részére. Így vált megvalósíthatóvá egy topos pályázat segítségével, hogy a Sümegen és a járásban élő rászorultaknak nem kell a továbbiakban Tapolcára utazniuk a szolgáltatás igénybevételére. Részt vett az eseményen Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő is. Ebben az épületben korábban óvoda működött. Évek óta üresen áll. Most azonban új funkciót kapott, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye vált belőle, természetesen megfelelő felújítással e pályázatnak köszönhetően. Az Életlehetőség Nonprofit Kft. Tapolcán működtette ez idáig az intézményt 2007 óta, oda jártak a sümegi és környékbeli érintettek is. Most a sümegi ingatlan birtokba vételével egy régi álom vált valóra. Kettő nagy csoportszobát alakítottak ki, továbbá kettő kisebbet. Ezek egyaránt alkalmasak a kiscsoportos foglalkozásokra, valamint a munkavégzésekre is. Jó elosztású, barátságos épület jött létre. Az intézmény vezetője az ünnepélyes átadó alkalmával szólt a kezdetekről és a világos célokról, mely szerint elsődleges az egyenlő esélyek megteremtése és ezzel együtt az intézményen belüli foglalkoztatás. Ez azt jelenti, hogy az intézményen belül, akik ott vannak, mindenki hasznos munkát végez, és 2014-ben pedig akkreditált intézménnyé váltunk. Ezzel még több foglalkoztatási formát le tudtunk hívni, le tudtunk vonni, és ezáltal a mindenki, bármely szakvéleménnyel rendelkező, fogyatékkal élő és jelenleg hajléktalan személy tud nálunk dolgozni, és hasznos munkát tud végezni. Rendelkezünk autóipari bedolgozással, ahol nem csak ez egy hasznos munka, mert mind számszakilag, mind minőségileg meg kell felelni az elvárásoknak, van varodánk, és a halmozottabban sérült embertársainknak is, azok pedig a mindennapi életben vannak jelen, és terápiás pénzt kapnak érte, ők pedig a konyhai kisegítés, takarítás, itt tehát nem kell munkavállalót felvenni emiatt. Az intézményvezető köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették a fejlesztés megvalósítását. A sümegi intézményben 20 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség a továbbiakban. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a kezdetektől NMS kezdeményezés mellé állt, és segítette a topos pályázat megvalósítását. Köszönöm a magyar kormánynak azt a lehetőséget, amelyel ezt a programot átöleli, hiszen tudni kell, hogy ez a program 100%-ban állami támogatással valósulhat meg. Nagyon örülünk annak, hogy Sümeg városa pozitívan állt szintén az ügy mellé. Köszönöm polgármester úrnak, hogy ingyen biztosította az épületet a feladatok megvalósításához. Én azt gondolom, hogy egy óriásit léptünk előre itt Sümegen, hiszen lehetőségünk van arra, hogy nappal ezek a fiatalok együtt lehessenek, közösségben lehessenek, és kicsit a szülői körből is kiszakadva építsék a saját kapcsolatrendszerüket, és érezzék magukat jól. Hangsúlyozta továbbá Fenyvesi Zoltán, vannak újabb tervek is, melyek kapcsán az a cél, hogy a fiatalok találják meg a saját lehetőség szerint önálló boldogulásukat. A szociális ügyekért felelős államtitkár úgy fogalmazott, fontos üzenete van ennek az intézménynek. Ezért azt gondolom, hogy az egyik
fontos üzenet ennek az átadásnak az az, hogy akkor fogunk tudni közösen előrelépni fogyatékosság ügyben, hogyha a helyi közösségekre és a helyi segítségre tudunk támaszkodni, és arra a befogadó közegre, amit az ott élő emberek társasága jelent. Mert fogyatékosság ügyben itt sokan ülnek, akik ezen a területen dolgoznak, elég távolról és messziről indultunk. A 90-es évek előtt nem is létezett ez a terület, tagadásba torkollott az, hogy kell-e a fogyatékos üggyel foglalkozni, mondta az államtitkár. Kitért arra is Fülöp Attila, hogy téves az az elképzelés, mely szerint aki fogyatékossággal él, nem képes értéket előállítani. Attól, mert valaki fogyatékossággal él, attól, mert megváltozott neki a munkavégző képessége, sosem változik be. Azt gondolom, hogy az itt szolgáltatást igénybe vevők is jó bizonyítékai lesznek, sosem változik meg az az akarata, hogy egyébként ő is munkából szeretne élni, ő is munkával szeretne foglalkozni, és ha lehet, akkor munkából és jövedelemből szeretné magát és a családját ellátni. Ezen az alkalmon jelentette be a szociális ügyekért felelős államtitkár a 2021-es évre vonatkozó költségvetésben minden bentlakásos és nappali intézmény esetében emelkedni fog a támogatás az idei évhez képest. Az intézmény használói lelket melengető módon vették birtokba az épületet, énekkel, verssel járultak hozzá az átadás felemelő pillanataihoz. Bírom csinálni, akarom, mert akarok, hogy fel tudjam állni. Nem baj, ha az élet vagy a sorsod ostoba, ígérd meg magadnak, hogy nem adod fel soha. A jeles eseményen a meghívott vendégek vágták át az átadást jelképező nemzeti színű szalagot. Sümeg polgármestere pohár köszöntőjében azt hangsúlyozta, ez az alkalom nem arról szól elsősorban, hogy gyarapodott a város. A sümegi képviselőtestület egyhangúan szívesen állt az ügy mellé, és tudták mindannyian, fontos ez a hiánypótló létesítmény. Az a lényeg, hogy mindannyian, akik ebben részt vettünk, és részt fognak venni az itt dolgozók, és azok is, akik majd itt élik le életük nagy részét, valami olyasmit tettünk, ahogy annak idején nagyanyám szokta mondani, hogy örülnek az angyalok is az égben. Valami olyat tettünk, ami jó, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, az egész világnak. Ma, amikor egyre inkább az anyagi haszon jelent értéket, még jelentősebb ez a most megvalósuló fejlesztés, mondta. Fontos, hogy tényleg a szeretet uralkodjon ebben a világban, ahol mindenkire szükség van, minden emberre, aki él és tevékenykedni akar, és van öntudata, hogy tevékenykedjen. Végezetül a nappali intézmény hétköznapjaiba nyerhettek be pillantást a résztvevők. A szociális terület szakemberei mellett számos hozzátartozó is részt vett az ünnepélyes alkalmon. Kifejezésre juttatták, életükben nagy segítséget jelent a sümegi tagintézmény létrehozása. Mit jelent önöknek, az önök családjának, hogy most itt Sümegen létesült ez az intézmény? Hát azért nagyon jó, már nem kell vidékre tapolcára járni rendszeresen. Nem tudom még, hogy lesznek állosztva gyerekek. De gondolom, hogy most itt nagyon közel leszünk. Nem kell kocsira várni, tehát oda jön, jó van a kocsi, és oda jött a lakásra, de itt lakunk a szomszéd utcába. És milyen tapasztalatuk van az intézmény működésével kapcsolatban? Mennyire szeretnek a fiatalok ide járni? Ők nagyon szeretnek. Én is szeretem az egész társaságot, úgyhogy nagyon aranyosak a gondozónők is. És a gyerekek meg odáig vannak, mind. Ugye sokan vannak, mind a Tibi is azt mondja mindig, meg a Győzés, hogy ott mind betegek vannak. És nagyon szeretnek oda járni. Tantermen kívüli digitális oktatás valósult meg a Pápai Szakképzési Centrum sümegi telephelyén is. A diákok rendre teljesítették feladataikat, és most már a jól megérdemelt nyári szünetet kezdték meg.
Az iskola igazgatója értékeli a tanévet, és szól a diákok teljesítményéről. Nyilván az első két hét nehézkes volt mindenkinek, főleg az első hét gyakorlatilag hétfő már a diákok mindenkitől érdeklődtek, hogy mi történik, hogy fog zajlani. Egy hét alatt sikerült átállni egy olyan online felületre, amin a diákok megkaphatták a tananyagot, illetve az osztályfőnökök külön csoportokba vették a tanulókat, és azon keresztül érintkeztek, úgyhogy azt gondolom, hogy egy-két hét után mind a tanárok, mind a diákok azért ráálltak az új munkarendre. A kezdeti lelkesedés nyilvánvaló, hogy alább hagyott így a tanév végén, de ez az iskolában töltött időben is jellemző. Szerencsére sikeresen zártuk mindennek ellenére a tanévet. Azt kell mondanom, hogy tartották a félévi eredményüket, úgyhogy a szakképző iskolai osztályokban 3-as körüli átlaggal zárták az osztályok. A felnőtt oktatásban ennél jobb eredmények születtek, ott 4 feletti eredménnyel, úgyhogy úgy gondolom, hogy reális eredménnyel zártuk. Merre tovább? Mi történik most a nyári szünetben? Ugye kötelező gyakorlati oktatáson is részt kell venniük a diákoknak. Így van, mind a szakképzőiskolai, mind a felnőtt oktatásban lévőknek kötelező nyári gyakorlat van. Ugye június 15-ével zárul az iskolai oktatás, és az azt követő időszakban kell nekik letölteni. Ugye a 9.-10. osztályosoknak 140 óra gyakorlat van, ez már a vállalkozástól függ, hogy mikor törték le a nyári időszakban. Milyen információi vannak igazgatónő a következő tanévkezdéssel kapcsolatosan? Hány osztályt tudnak indítani, milyen létszámmal kalkulálnak? Egy osztályt indítunk, ugyanúgy eladó, illetve asztalos képzésre jelentkeztek a legtöbben, így ez a két szakma szint ugye egy osztályban fog megjelenni, mint ahogy eddig is. A beiratkozások még zajlanak, és akkor a szeptember 1-én tudjuk majd pontosan megmondani, mert ilyenkor még azért vannak változások, iskolaváltás, egyéb családi probléma miatt. Július 1-től augusztus 31-ig ismét jelentkezhetnek diákmunkára a Veszprém megyei diákok és az őket foglalkoztatni kívánó munkáltatók. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a nyári diákmunka 2020 programra a megyében 125,5 millió forintot biztosít, amely legkevesebb 900 diák nyári foglalkoztatását teszi lehetővé. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik idén is választhatnak az önkormányzati diákmunka, valamint a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén végzendő munkák között. Az első esetben területi, illetve települési önkormányzatok, egyházak biztosítják a foglalkoztatást. A diákok munkabére és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 100%-os mértékben megtérítésre kerül. Ezt a támogatást legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás esetén lehet kérelmezni. 2019 óta van lehetőség a balatoni régióban kiemelten fontos turizmus vendéglátás, valamint mezőgazdaság területén államilag támogatott diákmunka végzésére is. A nyári diákmunka programban kötelezettséget vállalni a július 1 és augusztus 31-e közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra lehet. A munkaadók és a nyári munkát vállaló diákok a lakóhely szerint illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain jelentkezhetnek. 5. alkalommal szervezte meg a Kisfaludi Emlékház a Múzeumok Éjszakája programot. A járványhelyzet feloldását követően nagy örömmel invitálták a közönséget a jó hangulatú közösségi eseményre szombaton. A rendezvény egy különleges kiállítás megnyitásával kezdődött. Wollein Ferenc a Magyarországon egyedinek számító, naív neoreneszánsz festő Színek az égből című önálló tárlatát hozta el a sümegieknek. Az est versszínházzal és zenére komponált fényjátékkal zárult. Wollein Ferenc alig múlt 20 éves.
Elmondása szerint már óvodás kora óta fest. Később neves művészek irányítása alatt sajátította el az alapokat, amiből aztán kinőtt a saját stílusa. Én képviselem egyedül Magyarországon a naív neo-reneszánsz irányzatot, mert 1981-ben akkor hunyt el Molnár C. Pál is, ő képviselt ezt az irányzatot a szakemberek szerint. Én képviselem egyedül. Többször elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetsége díjat. Témái elsősorban a szülőföld, a Balaton. Szívesen alkot bibliai eredetű képeket is. Büszkén mondja, hogy számos neves, köz- és magángyűjteményben fellelhetőek már alkotásai, de a Vatikáni Múzeumban is van már képe. A megnyitón köszöntötte a fiatal művészt Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, aki régóta támogatja a pályafutását. Feri Badacsonyban él, és azt hiszem, hogy megihlette őt Badacsony szépsége, a badacsonyi táj szépsége, a Balaton szépsége, hiszen őt nem hiába nevezik az élő Egri Józsefnek, az élő Balaton festőjének, hiszen műveiben általában örök motívumként megjelenik a balatoni táj, megjelenődik a víz szépsége, és megjelennek azok a egyházi és misztikus motívumok, amelyek valójában körülszövik az ő életét is. Ő valójában azt festi meg, amit mi is látunk, csak kicsit másképp. Esetleg azt is észreveszi, amit mi nem veszünk észre. És ez a szép a művészetben, és ezért nagyszerűek a művészek, mert olyat is észrevesznek, amit mi nem látunk meg. Üdvözölte a tárlatot Véglászló polgármester is. Én nagyon remélem, hogy mindannyiunk képülésére fog szolgálni ez a kiállítás, és engedjék meg azt is, hogy ennek a kiállításnak a kapcsán egy kicsit arról is beszéljek, hogy az is egy nagy öröm egyébként, hogy újra együtt lehetünk. Nekem nagyon nagy örömöt jelent, hogy ezek után a nagyjából 3-3 és fél hónapnyi zsibbadt és utálatos vírus okozta szünet után újra együtt lehetünk ilyen rendezvényen, és nagyon remélem, hogy aztán egyre több rendezvényen találkozunk majd. A művész édesapja, aki nem csak támogatja fia festészetét, hanem odaadóan menedzseli is őt, köszönetet mondott a városnak, hogy megrendezhették itt ezt a kiállítást. A tárlatot Szemes Péter esztéta, irodalomtörténész nyitotta meg. Kisfaludi Sándor somlójának a tűnt nagyságra visszagondoló, nemzetféltő kérdésére többek közt Follein Ferenc mai kiállítása ad választ. Noha nem tollal, hanem ecsettel, a formák, színek nyelvén, ő is megannyiszor megvallotta már a Kárpát hazához, a nevelő és érlelő Pannon vidékhez fűző fiúi hűség, a hon és táj szeretett szavait. Igazolva, hogy a hittel és szívvel végzett minőségi alkotómunkánál nincs, nem is kell a szebb, boldogabb magyar jövendő ígéretét lefektető alap, oda kamatozó szellemi aranytartalék. Ennek fontos részeként neves elődeihez, Egri Józsefhez, Udvardi Erzsébethez és az idősebb, pályájára gondosan figyelő Somogyi Győzőhöz hasonlóan nem csak vásznain, lelkében is ott hullámzik kisdett tengernyi tavunk a Balaton, mozdítva kezét, fülébe súgva titkait. S látó szeme előtt, mint Fodor András írta, kitárul földön és vizen az ember elveszett világa. Ezt a világot lehet most megtekinteni a Kisfaludi Emlékház falain. A kiállítás az 5. alkalommal megszervezett Múzeumok Éjszakájának nyitó programja volt.
Azt szeretném, hogy nagyon jól érezze magát mindenki. Végre együtt lehetünk, végre egy kulturális rendezvényen vehetünk részt, és egy gyönyörű hangulatba, igazi éjszakai szentivánéi hangulatot szeretnék, és biztosan meg is kapjuk Turek Miklóstól, és arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a versszínházat, hiszen még ilyet nem szerveztük, és az utána lévő fényfestést majd hogyan fogadják a vendégeink, hiszen egy kis meglepetést is terveztünk a fényfestésbe, mert az örömódát is lejátszuk, és remélem, hogy nagyon megérinti az embereknek a lelkét ez a mai este. Fehér derével lángveres hajamra, salántékomra már az ősz feküdt, és így megyek, fütyülve, hegymagamban, megáldva és leköpve mindenütt. És hogy milyen is volt az este, azt majd bővebben magazinunkban mutatjuk meg. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Életlehetőség. Újabb intézmény létesült a városban. Nyári diákmunka. A járási hivatalban várják a jelentkezőket. Színek az égből, színvonalas programok múzeumok éjszakáján. Kedves nézőink, híradónk után az ablakkal a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként a város polgármestere lesz a vendégünk, majd a Magyar Honvédség munkahelyteremtő lehetőségeiről értesülhetnek. Végül pedig a Szent Iványi programokról készített hosszabb összeállításunkat nézhetik meg. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon, maradjanak velünk, viszontlátásra!